ez év február 6-áig összesen 12 influenza megbetegedéssel összefüggésbe hozható halálesetről értesült a tiszti orvosi szolgálat, olvasható az ants.hu. n Az influenza vírust bárki elkaphatja, ezért legfontosabb a megelőzés, az immunrendszer megerősítése. Az idei év 5. hetén másfélszer több beteget regisztráltak a figyelőszolgálatra kijelölt orvosok, mint a negyedik héten. A legmagasabb a 10-14 éves korú gyerekek körében történt megbetegedések. Ezeknek a legnagyobb az emelkedési száma, de a fiatal felnőtteknél is igen magas az a megbetegedési szám. Iskola bezárásra, illetve közösségi járványokra pillanatnyilag egyetlen egy helyen került sor, nem házán. Megyinkben a központban már elfogytak az oltóanyagok, de még a házi orvosoknál hozzá lehet jutni az ingyenes vakcinákhoz. Az idei járvány lényegesen később kezdődött, mint a tavalyi, és várhatóan tovább is tart majd. A megyei kórház központjában és a Sóstói úti kórház részben is látogatási tilalmat rendeltek el, az, hogy ez meddig tart, attól függ, hogy a járvány kimenetele milyen lesz. A járvány miatt a kórház vezetése meghozta a megfelelő intézkedéseket, a kórházban is látogatási tilalom került bevezetésre. Ennek a betartása, betartatása nagyon fontos, a betegénk érdekeit védi, ezért mi megkérjük a hozzátartozókat, hogy a látogatást most szüneteltessék. Nem hivatalos információk szerint Megyingben eddig ketten haltak meg az influenza szövődménye miatt. Úgy tudjuk, sem az elhunytak, sem pedig azok nem kaptak korábban védőoltást, akiket az intenzív osztályon kezeltek. A kórházakban egyébként a betegeket zavartalanul fogadják, a megfelelő fogadó osztályokat kijelölték tavalyi egy kicsit felfújt influenza járvány ellenére én úgy látom, illetve úgy veszük észre, hogy a h 1 n illetve az AB vírus is sokkal több jelentkezett az idén. Félnek az emberek az oltásoktól a tavalyi kapcsán, és a tavalyi 150 beadott h 1 n oltás helyett az idén 20-30 komplex oltást adtunk, ami azt jelenti, hogy ez az oltóanyag most tartalmazza a h 1 n illetve az influenza AB vírust is. A szakemberek számításai szerint március végéig tart az idei influenza időszak. A védőaltásokat még mindig nem késő beadni, mert 10-14 nap alatt alakul ki a védettség.